Sziasztok, Matyi vagyok, és ez itt a kezemben az iStick 46 TC, amelyet a Bint 42 biztosított számomra emet esztereig. Biztosan sokan kíváncsian vártátok a megjelenését, hiszen a méltán népszerű iStick széria rendkívül nagy vevőkörre tett szert azáltal, hogy kedvező áron kínál rendkívül kompakt méretben relatíve nagy teljesítményt. Nézzük meg, hogy ez a kis készülék felnőtte az elődei hírnevéhez. Itt látjátok a doboz tartalmát. A dobozon magán nincs túl sok információ, egy e-leaf márkajelzés és egy kis scratch-ek található rajta, ami ugye azt jelenti, hogy ezt a szürke sávot, mint a kaparós sorsjegyen eltávolítjuk, és az alatta lévő kódot online leellenőrizzük, és ezáltal megtudhatjuk, hogy a készülék valóban eredetie. Majd itt látható a színnek a megjelölése, ami az én esetemben kicsit csalóka, de remélem, hogy ez másokkal nem fog előfordulni. Majd egy kis rövidke loser manuál, amit azért nevezek losernek, mert túl sok információ nem található benne. Szerencsére a gyártó honlapján minden pontosan szemléltetve piktogramokkal, stb. Nagyon jól le van írva, ezért nem is hiszem, hogy szükség lenne egy vastagabb kis manuálra, hiszen vigyázunk a környezetünkre. Mindjárt elpakolom ezeket, és akkor közelebbről meg is tekinthetjük magát a készüléket. Itt látható tehát maga a készülék a kezemben. Ugye a megszokott iStick készülék családra vonatkozó tulajdonságokat hordozza magán. Egyik oldalon egy e-leaf márkajelzés, másik oldalon egy iStick TC40 felirat. Kezelőszervek megszokottan egy fekete műanyagba ágyazva, mikrokapcsoló tartozik mind a négy gombhoz, habár a honlapon található képekből akár úgy is láthatnánk, hogy ez egy vandál biztos nyomógomb, de nem kell csalódnunk, megfelelően teszi a dolgát. Egyetlen egyszer sem viselkedett furán, amikor nyomtam, szépen újjal is érzékelhetően kapcsolt. Felül találjuk az acél 5-10 csatlakozót, amely a bemarások és a kis csatornák révén akár alsó fűtőszálas kazánokhoz is, de arra akartam kiukadni elsősorban, hogy alsó levegőzésű kazánokhoz is megfelelően használható a készülék. Ennek azonban van egy árnyoldala, hadd tekerjek rá egy kazánt, és akkor ezt is észreveszitek. Ez pedig az, hogy a videón is láthatóan ott van alatta egy kis rés a perem és a kazán között, ami viszont nem látható a kamerán, hogy ez a rés van akkor, ahogy ezen akár át is lehet látni. Lehetnek olyan emberek, akiket ez zavar, mert én is olyan vagyok, viszont ez könnyen figyelmen kívül is hagyható akár. Letekerem a kazánt, és akkor folytatjuk a körbejárást. Itt található a nyakpánnak a helye, vagy csuklópánnak a helye, aki amilyet szeretne használni, azt nyugodtan ráteheti, és akkor hurcolhatja úgy is, mert a készülék megfelelően kicsis könnyű ahhoz, hogy akár egy nyakpánton lógva is hordozhatjuk. Az alján található egy micro USB csatlakozó, ami szerintem nem a legmegfelelőbb elhelyezés, hiszen így az asztalon is kell tartanunk, vagy az én kedvenc töltési metódusom az, hogy a kocsiba csak bedom a pohártartóba, hát sajnos ezt így nem tudjuk megoldani. És felvetődhet akár az a kérdés is, hogyha oldalra fektetjük, akkor nagyon könnyen lekopik róla ez a bevonat, vagy festék, vagy akármi, ami van rajta. Viszont ezt ők úgy oldották meg a kedves tervezők, hogy próbálom úgy mutatni, hogy látszódjon, az alsó és a felső perem az kiemelkedik körülbelül 1 mm-re a készülékházból. Annyira nem, hogy ez kézben tartva zavaró legyen, viszont ezáltal, hogyha csak szépen letesszük az asztalra, nem kell amiatt aggódnunk, hogy összekarcolódik, vagy lekopik róla a bevonat, stb. Ez egy okos kis lépés volt a részükről. Tehát szerintem körbe is értünk, kapcsoljuk be a készüléket, ehhez 5 gombnyomásra lesz szükségünk a tűzgombon. A kijelző orientációja már-már szokványosnak is mondható, bal oldalt egy akkumulátor töltöttség visszajelző piktogramot találhatunk, jobbra haladva felül egy ellenállás visszajelzőt, alatta a teljesítményhez kiszámolt
kis feszültséget mutatja nekünk a kijelző, mellette pedig a feszültségértéket mutatja feszültségmódban, ezen 1/10 wattos értékekben lépkedhetünk. Majd a módválasztó gombot nyomva tartva néhány másodpercet átválthatunk hőmérséklet szabályzó módba. Itt a teljesítmény fixen 40 wattra van beállítva, azonban aki egy kicsit is ért hozzá, az tudja, hogy ez számunkra majd, hogy nem lényegtelen, hiszen akármilyen teljesítménnyel hajtva egy kazánt, hogyha ő elér a beállított hőmérséklet értékre, utána annak megfelelően fogja leszabályozni a teljesítményt, úgyhogy gyakorlatilag ez ebbe bele lehet kötni, ha valaki nagyon szeretne, de túlzottan értelme nincs. Ugye használhatunk Fahrenheit és Celsius skálát, Fahrenheit módban 600 Fahrenheit fokig lépkedhetünk fel, és ahogy elérjük a 600 fokot, átfordul nekünk a skála Celsiusba. Jól látható, az F betű helyét átvette a C betű. Én Fahrenheit módban használtam, úgyhogy szépen visszalépkedek. Celsius módban 5 fokonként lépkedhetünk, Fahrenheit módban pedig 10 fokonként. Először akkor tekerjünk rá egy nagyobb kazánt, mert ez a kazán van kantállal tekerve, és ezt tudjuk teljesítménymódban hajtani. Teljesítménymódban szerintem nagyon jól teszi a dolgát, akár pariban lehet egy-egy drágább készülékkel is, nem téved a számolásban, nem hajtja túl alacsonyan, én nagyon szeretem, hadd fújjak vele egy kis gőzt. Nincs vele probléma, szerintem. És nem is hinném, hogy ez a mód különösebb körüljárást érdemelne, hiszen hasonlóan teszi a dolgát, mint a 30 és az 50 wattos ice-tickek, ezért én azt mondom, hogy rátekerem ezt a dippert. Ez egy Aria Orion V2 kazán, ami nikkel húzallal van megtekerve dual coilban. Az eredő ellenállás, látható a képernyőre, fókuszálok egy picit, 0,06 ohm. Egyébként ezzel a kazánnal jobban is néz ki szerintem, és ergonomikusabb is a használata, ugyanis mivel nagyon-nagyon könnyű a kis készülékünk, ezért a tömeg középpontja nagyon-nagyon felfelé tolódik, ahogy ráhelyezünk egy kazánt, és nagyon könnyen akár kézbel is kicsúszhat, vagy asztalon elbillenhet. Kicsit megfojthat, töröljen meg. Viszont egy ilyen dripperrel szerintem egy nagyon kis zsebbarát kombó lehet, és teljesen jó használható. Váltsunk át hőmérséklet módba. És ő most nem kérdezte meg, hogy új vagy régi tekerést használok-e, hiszen ha leveszünk róla egy kazán, majd ugyanazt visszahelyezzük, van olyan intelligens, hogy megjegyezte, hogy ez a legutóbb használt kazán-e, azonban ahogy egy új kazánt szeretnék rátenni, amit éppen nem használtunk, akkor meg fogja kérdezni, hogy ez az új vagy ez a régi. Megnyomjuk szépen a felfele gombot, akár a DNA-hoz hasonlóan, és akkor tudjuk használni. Különösebben ezt sem gondolom, hogy szót érdemelne. Amiről viszont érdemes megemlékeznem, az, hogy ő nagyon okosan a Blacky videójában látottakhoz hasonlóan, akárcsak a Daninak, vagyis a Dikócz Daninak az elektronikája, ő úgy végzi ezt a hőmérséklet szabályzást, hogy ahogy eléri ezt a határértéket, konstans visszaveszi a teljesítményt, amit szerintem a hangjából is lehet majd hallani, és úgy talán több fogalmatok is lesz róla, hogy működik, megpróbálom közel tenni a mikrofonhoz és elcsendesedni. Lehetett hallani, hogy körülbelül 2 másodperc után szépen elhalkult ez az egész. Remélem, hogy ez nektek is így világos a videón keresztül, de sajnos ezzel nem tudok mit tenni, ha éppen nem. Úgyhogy hadd fújjak ezzel is egy kis gőzt.
Erre panaszom nincs. Egyszerűen szerintem kiválóan teszi a dolgát, ezért az árért ezek a szolgáltatások nagyon is megfelelőek nekem, és nem érzem azt, hogy bármi olyan súlyos hiányossága lenne ennek a kis készüléknek, amiben bele tudnék kötni. Igen, sajnos kompromisszumot kell kötnünk az akkuidőben, a méretében és a súlyában. Egy tankos kazánnal szerintem iszonyat kényelmetlen, maximum egy olyan CN4 vagy protang méretű kis porlasztót tudnék rajta elképzelni, amivel kényelmesen használható. Igen, itt van még ugye ez a probléma az 5-10 csatlakozóval, amint látható most a drip kazánomnak a palástja, hogyha épp nem igazgatom meg, akkor ferdinni sem rajta. Előfordulhat, hogy ez valakit zavar, de nem gondolom, hogy ez is egy akkora probléma lenne, amit ezért a kedvező árért ne tudnák lenyelni. Szerintem ebben az árkategóriában egyeduralkodó készülék válhat belőle. Ez nem most fog kiderülni, hiszen relatíve új. Azonban itt láthattátok közelről, milyen baromi jól is néz ki egy ilyen kisebb méretű kazánnal. A felső ív az egy 22 mm-es kazánnal teljesen jól harmonizál, egyáltalán nem lóg rá róla sehol. Szerintem ez egy nagyon jó kidolgozású kis készülék, hogyha az Elif mérnökei rájönnének, hogy már nem sokan használnak alsó levegőzési kazánt, akkor azt is mondhatnám rá, akár hogy tökéletes. Nosza, távolodjunk el ettől a kis asztaltól, aztán mondjunk rá egy végső értékelést, és olvassátok el a cikket is, hiszen nem volt minden időm elmondani ebben a videóban. Ismét itt vagyunk, ideje most már egy verdiktet alkotnunk a kis készülékről. Kezdjük először a negatívumokkal. Negatívumokból két számottevőt tudnék felsorolni, amely mind a kettő egyszerűen javítható egy újratervezéssel. Nem hinném, hogy ezt meg fogják tenni, de ha nézik ezt a videót és értik, hát ha észbe kapnak, hogy ez milyen tök jó lenne pótolni. Ebből az egyiket szerintem könnyű kitalálni, mert elég sokat beszéltem róla, ez a kis rés a kazán és a felső fedlap között. A másik pedig számomra az alsó elhelyezésű micro USB csatlakozó. Természetesen ez mind a kettő olyan apró hiba, hogy ezen könnyen túl lehet lépni. Nem gondolom, hogy emiatt túl sok pontot kéne levonnom a szöveges értékelésben is. Én azt mondanám, hogy ha ezt egy 10-es skálán kéne értékelnem, akkor 9,5, tekintve azt, hogy ezért az árért milyen szolgáltatásokat kapunk. Nem túl jó példa, de én például felhoznám, hogy egy komplett DNA 40 vagy egy DNA 25 elektronika, ami tudja ezt a fajta hőmérséklet szabályzást, az csak maga az elektronika töltő nélkül kerül annyiba, mint ez a kis komplett készülék, akkumulátorral, készülékházzal, gombokkal, 5-10 csatlakozóval, stb. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy versenyképes készülék azok számára, akik nem kívánnak egyenlőre felszállni erre a hőmérsékletszabályzós vonatra, hanem egy olcsó készülékkel szeretnék kipróbálni. Úgyhogy szerintem ez mindent elmond arról, hogy mégis milyen jó pozitív értékelést fogok neki adni. Én azt mondanám, hogy a külső tök jól néz ki. Nagyon okos ötlet volt az, hogy a peremeket egy kicsit bővebbre vették, ezáltal lefektetve sem karcolódik maga a készülék. Az 5-10 csatlakozó tökéletes, eltekintve attól a kis réstől, de azt szerintem sokkal fontosabb, hogy mindenféle kazán jól illeszkedjen, és ez itt természetesen megvan. Nagyon jó az ellenállásmérés, nem mér mellé, tök jó pontos. Számomra az is egy nagy pozitívum, hogyha letekerem róla a nikkeles kazánt, és ugyanazt visszateszem, nem kérdezgeti folyamatosan, hogy új vagy régi. Ez is egy tök jó kis kényelmi lépés. Szerintem nagyon jó lépés volt az, hogy a harmadik módválasztó gombot is hozzáadták, ezáltal sokkal egyszerűbbé válik a kezelése, és amennyiben mondjuk nikkelből át szeretném menni hagyományos ellenállás húzammódba, elég egy gombnyomás, akár rá se kell nézni, hanem analógon letekerjük, feltekerjük az újat, nyomba tartjuk a gombot, és akkor kész. Hát amit elfelejtettem megmutatni nektek a videóba,
az egy ilyen slughossz mérő, szépen elkezdi számolni 10 másodpercre, lebontva, hogy milyen hosszan slukkolunk, de hát senki nem ezért fogja megvásárolni, úgyhogy annyira nem is sajnálom, hogy csak most ejtek róla szót. Úgyhogy mindenképpen azt mondanám, hogy szerintem ez nagyon jó kis készülék, és tök jó fel fogja borítani ezt a piacot, remélem, hogy mindenkihez el fog jutni, és használni fogjátok, hiszen ez volt az a készülék, ami megmutatta nekem is, hogy érdemes lehet befektetni ebbe a hőmérséklet szabályzós munkába, hiszen rengeteg lehetőség van benne, és tényleg egy új szintet nyit a gőzölésben. Azáltal, hogy sokkal ritkábban kell esetleg cserélnünk a vattát, a kazánfejet, nyilván ezzel nem mindenki ért egyet, bár én alapvetően ritkán cserélem a vattát, és itt se éreztem egy hét alatt kényszert arra, hogy ezt nekem ki kellene cserélni, csak kipróbáltam, hogy milyen is az, ha tényleg néhány naponta cserélgetem. Úgyhogy én azt mondanám, hogy ez teljesen jó vétel. 15-16 ezer forint környékén árulják a legtöbb helyen. Reméljük, hogy minél több forgalmazó kezdi majd árulni, hiszen az előző darabokat is nagyon sok helyen lehetett itthon kapni. Úgyhogy nálam ez egy hatalmas thumbs up. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, és ne felejtjétek, cikk is tartozik a videóhoz, amennyiben érdeklődtök, mindenképp érdemes azt is végigolvasni. Ennyi volt mára, Matyi voltam, sziasztok!